Ez itt a Nem véka alávaló podcast. A Révkomáromi Református Egyházközség beszélgetős műsora Gál Lórántal és Langsárd mátyással. Podcastunkban olyan hétköznapi példaképeket mutatunk be gyülekezetünkből, akiknek bizonságtevő életútja nem véka alávaló. Ádás békesség. Istennek dicsőség. A mai műsorban köszöntöm Gál Sándort, gyülekezeti tagunkat, volt presbitert, vállalkozót. Sanyi, amikor találkozol egy emberrel, akkor mindig a cipő az első dolog, amit megnézel rajta? Hát igen, megnézem a cipőt, és sokan csodálkoznak is, hogyha még eltalálom a cipőnek a méretét is. Tehát, hogy ennyi évek után mi 30 éve ugye ezt csináljuk, és hogy azért ilyen tapasztalatot szedtünk össze, de nem csak a cipője fontos, hanem fontos a... Én mindig keresem az emberbe a lelki életet. Tízből hányszor tippeled meg jól? Hát legalább, legalább hétszer, hétszer. <laughs> az elég jó, ez elég jó arány. <laughs> Igen. Miért a cipő? Ez a cipő olyan véletlenül jött. Játékokkal kezdtük a vállalkozást, játék kis autókat hoztunk be az országba, és aztán kaptunk ilyen kis brazsúrákat játékok mellé, ahol megjelentek a cipők mind fényképen, és valahogy váltottunk azzal, hogy elkezdtük, hogy hát ebből is jó volna rendelnünk néhány modellt, néhány szint, és így indult el a cipővállalkozás. Ma már csak a cipő van. Ha arról egy kicsit mesélnél, hogy honnan indult ez, ugye említetted, hogy 30 évvel ezelőtt, Igen. és hol tart most, az alatt a 30 év alatt, hova lehetett eljutni egy kisbolttól, mondjuk mekkora boltig? A vállalkozást nem bolttal kezdtük, hanem nagykereskedéssel, ami azt jelenti, hogy a boltok vásároltak tőlünk, és ez legalább 10 évig így ment, hogy csak a boltoknak szállítottuk az árut, vagyis a nagykerből a boltoknak, és Későbbiekben alakultak ki a kiskerek, de a mai napig ott tartunk, hogy hát Szlovákiában és Magyarországon csináljuk a nagy nagykereskedést. És meg lehet ebből jól élni? Egy komoly egzisztenciát lehet ebből teremteni? Azt tudom erre mondani, hogy a kezdet kezdetén azért sokkal jobb volt a vállalkozás, tehát mivel a piac nem volt úgy telített, Ma már azért nagyon oda kell figyelni minden részletre, már azt mondom, hogy még a 50%-át se si tudjuk azt, amit a kezdet kezdetében, hanem megélni még meg lehet belőle, de már nem mondhatnám, hogy nagy profitot lehet termelni. Már gyerekkorodban tudtad, vagy gondoltál arra, hogy, hogy vállalkozó legyél, vagy hogy indult ez az egész? Amikor többször elemlegetem a fiaimnak, mivel három fiúval áldott meg az Isten, hogy én mikor lehettem ilyen 11-12 éves, még mindig el nekik most is mondani, hogy volt egy olyan cipőm, ami körülbelül három vagy négy évig hordtam, mert olyan méretbe volt, ugye megvették egy nagy méretbe, hogy tudjam hordani a következő években is, és azt ugye vagy naponta, vagy két naponta csiszolni kellett, tisztítani azt a cipőt, sőt, még ahogyan szokták mondani, hogy meg is kellett patkolni a cipőt, amikor elkopott a sarka. Így megemlegetem, hogy most pedig, hála Istennek, de sok cipőm van otthon, amit válogathatok belőle, hogy most színre is, nagyságra is, hát nagyságra nem, de színre bizonyára, hogy hát most melyiket vegyem fel éppen mert hogy abból a pozícióból, tehát ahonnan én jövök, mi szegény családból, én szegény családból származok, és négyen vagyunk testvérek, mind a négyünknek vállalkozása van, és mind a négy testvérem szereti az Úr Jézust. Ez a lényege. Beszéljünk egy kicsit erről a családról, ahonnan érkezel. Hát volt egy édesapám, aki korán meghalt, mert alkoholizált, ugye, ami nekünk eléggé megkeserítette még abban az időben az életünket, de mellette pedig volt egy édesanyám, aki hívő asszonyként mondom el most is őről, hogy az, hogy mi ide jutottunk hitberileg is, azt őnek is köszönhetjük, az édesanyámnak. Tehát ő nem csak egy templomba járó asszony volt, hanem mindig kereste a, az Úr Jézussal való kapcsolatot. És ezt a kapcsolatot én úgy láttam meg az ő életében, mivel egy ilyen kisebb házban laktunk, és amikor ő korán felkelt, akkor mindig azt láttam, hogy térdelve imádkozik. És ugye ez engem meghatott, hogy én még gyerekként nem vonzódtam úgy a hithez, mint amit később aztán megtapasztaltam. De engem meghatott, hogy miért imádkozik valakihez. Jó, hát én is jártam hittanra, megkereszteltek, ágendáztam, tehát ezek az alapdolgok megvoltak az én életemben is, de az édesanyám, aki így is mondhatnám, hogy az édesapám részéről azért egy kicsit keserves élete volt, az mindig kitartott a hitben. Tehát nem tagadta meg az Úr Jézus, hogy hát miért van nekem most ilyen életem, hanem mindig példát mutatott, és ez a példa, valahogy átjött Miriánk is, mind gyerekekre. Említetted, hogy egy kicsit azért furcsa szemmel néztél édesanyádra, amikor térdre borultva imádkozott. Fel tudsz -e idézni olyan fajta konfliktust közte és közted, hogy ő nagyon akarta volna, nagyon akart volna irányítani téged, vagy titeket testvéreiddel együtt, hogy mondjuk templomba menj, hittanra menj, és neked mondjuk nagyon nem akaródzott, hogy szült -e ez konfliktust a családba valaha is? Annyi, annyira nem volt ebből konfliktus, mert olyan természetesnek vettem, mert az én haverjaim is, vagy barátaim, akik akkor voltak, ugye gyerekkorban még úgy, templomba járó fiúk voltunk. Ez olyan természetesnek vettünk. Azt tudom, hogy madaron volt a rácelemér, tiszteletes úr, ismeri jött mindenki, és ő is egy hívő lelkész volt. És lehet, hogy vonzott az ő beszéde akkor, amit hallottunk a szószékről, az ige hirdetések és úgy ez valahogy raktározódott el a mi szívünkbe, még ha nem is tudtam róla, akkor még fiatalon, de bizonyára kaptunk valami olyasmit, ami a későbbiekben aztán szükség volt arra, ami gyerekkorunkba kaptunk a tiszteletes úrtól. Egyébként ugye há négy gyermekről beszéltél, hogy három testvéred van, Igen. de hanyadik vagy a sorban? Én a második. Kettő fiú, kettő lány. Valószínűleg akkor ők is így voltak ezzel, hogy te most meséled. Mert hogy említetted, hogy Ittben járó is. Hát bizonyára, mert én úgy tudom, hogy tehát az öcsém az 11 évvel fiatalabb, mint én, de a nővérem az kettővel idősebb, tehát ő most lesz 70 éves ebben az évben, és még van a húgom, ugye, aki, most, aki Kanadában él. Említetted, hogy szegény család, és Igen. gyakorlatilag ugye akkor négy gyermeket nevel fel az édesanyja Madaron, Igen. egy falusi környezetben. Igen. Vagy meghatározó emlék a gyerekkorból, hogy, hogy ha szűkösen is, vagy nehezen is, de nyilván a legnagyobb szeretettel és odafigyeléssel nevelte édesanyátok, van-e valami nagyon kedves emléked gyermekkorodból, a családból, testvéreiddel eltöltött időszakból, az életemből nekem korán kellett, nekem korán munkába fogtak engemet, fiatal koromban, amikor még így mondom, hogy építkeztünk, én ugye 66-ban épült a házunk, én akkor 11 éves voltam, és én tudok arról, hogy már akkor nagyon sokat kellett segítkeznem a ház körül, tehát a téglahordástól kezdve minden raprólékos dologban, és nagyon sokszor befogtak engemet a munkára. Tehát én tulajdonképpen nem mehettem mind a többi gyerek, hogy na most focira megyek, most ilyen játékokra megyek, vagy olyanra, nekem mindig valamilyen munkám volt, mert az, sajnos azt kell mondanom, hogy az Édesapám az nem végezte el azt a munkát, ami tulajdonképpen ő neki kellett volna elvégezni, és akkor így. De ez... ezt te érezted gyerekként is, hogy hogy itt az apa hogy úgy fogalmazzak, nem látja Persze, az éreztem, el felelősen azt. Éreztem, éreztem. hogyan reagáltál erre, vagy hogy ezt hogyan dolgozza fel egy gyerek, vagy mit, mit tud ezzel kezdeni egy fiatal? Tulajdonképpen fiú? mi sokszor úgy voltunk, hogy nekünk volt egy nagy kertünk, ilyen húszáras kert, és akkor a kertben menekültünk tulajdonképpen a problémák elől, tehát hogyha nem akartunk vitatkozni az édesapánkkal, akkor mentünk dolgozni, így mondom, a kerbe az édesanyámmal, és valahogy így teltek a napok egyik nap a másik után, de ahogy említettem, hogy ő aztán nagyon korán 50 évesen meg is halt. És nem élted ezt meg valamiféle kényszernek is, hogy láttad a társaidat, barátaidat, hogy szabadon járhatnak, vagy szabadabban járhatnak szórakozni, focizni, sportolni, a szabad idejüket úgy eltölteni, mint egy normális gyerek, hogy így fogalmazzak. Ti meg ott voltatok a ház körüli teendőkkel. Abban az időben ezt kényszernek éltem meg. Gyerekfejjel ezt kényszernek. De amire engemet az élet tanított ez alatt az időszak alatt, azt még a mai napig is tudom használni, és sokkal többet ér, mint valahol nem tudom milyen szakmát tanultam volna. Az, amit a menet közben az a munka, amit meg kellett oldani, ugye azokat a problémákat. Ezek mondjuk ilyen konkrét problémák, vagy ügyes-bajos dolgok? Vagy... Ugye ilyen ügyes-bajos dolgokat, amit meg kellett oldani. Mikor már későbbiekben arra a Jutottunk, hogy hát építsünk fóliát, termeljünk paprikát, vagy salátát, hogy csináljunk valami kis pénzt, mert voltak olyan helyzetek, hogy a, az édesapám ugye nem hozott haza semmilyen fizetést, mert itt dolgozott a pikötőbe, és nem jött haza két napig, és elitta tulajdonképpen a pénzét a barátokkal, a ivótársakkal, és ugye nekünk megélni kellett valamilyen formába. Tehát, és akkor jött, amikor már ugye 16-17 éves voltam, akkor már elindultak ezek a gondolatok, hogy nekünk nem, nem tudom, sárgarépát kell a kerben növeszteni, hanem csináljunk fóliát, és akkor azt el tudjuk adni azt a termést, ami fogunk termelni. Tehát így indult, és ezzel a munkával aztán sok mindent kellett körülöttem megoldani fizikailag, Igen. hogy flopul működjen ez az egész. és. Nyilván akkor, mert említetted, hogy minden a négyen vállalkozók Igen. lettetek. Igen. Nyilván akkor ez is közre abban, hogy nektek ideje korán kellett felnőni és feltalálni magatokat, és olyan dolgokat is megoldani a gyerekként, amit lehet, hogy csak korban, amivel csak felnőtt korban találkozik. Egyen. Igen. Igen, mert mi ki akartunk törni ebből, amibe voltunk. Tehát láttuk azt, hogy ez nem jó, ez a vonal, amibe éltünk. Hogy van Ezt egy, a gyerek nagyon pontosan látja igen, bizonyára, Persze, hogy, hát, hogy, hogy, hogy valami hogy nem Először is, hogy milyen az a házasság, amiben él a gyermek, ugye, a másodszor pedig, hogy mi az, amikor hát, hát nincs az asztalra mit tenni, mert hát nincs miből tulajdonképpen. És mi eztet próbáltuk, vagy én már aztán későbbiekben, meg a te áthidalni, hogyha van már ez a lehetőség, és az a lehetőség tulajdonképpen akkor jött, amikor jött a demokrácia, tehát az a szocializmusból aztán. Jó, hát addig is dolgoztunk mi mindnyájan, de hát akkor még nem lehetett vállalkozni, ugye nekünk a lehetőségünk akkor ugrott ki, amikor lehetett a későbbiekben vállalkozni. Tehát azért, ahogyan 89-ben volt a demokrácia, mi 90-ben már vállalkozók voltunk. Egy nagyon komoly kérdés jutott eszembe, ha megengeded, uh -huh. hogy uh, nyilván azért nem lehetett egyszerű, és hogyha nem egyszerű, akkor adódik a kérdés, hogy sikerült-e azóta túllépned ezen a, hogy mondjam, atyai örökségem, vagy sikerült neki valamiképpen megbocsájtanod, vagy ezt rendezned magadba, ezt a viszonyt? Persze, én ezt tett végén aztán rendeztem, tehát nekem nincs harag az édesapám felése mert tudom, hogy azt őt, a gonosz használta. Mindig csak azt mondom, hogy az egy nagyon nagy kegyelem az Istentől, amikor egy házastárs, az feleség is, és a férj is hisznek Istenbe. Ez egy nagyon nagy kegyelem. Ritka, hogy így van, találni ilyen helyzeteket, de nagyon nagy kegyelem, mert nem régen, amikor hallottam egy prédikációt, hogy egy házasságba, mindig három személy van. Tehát van a férj, feleség vagy szerető, vagy van férj, feleség és az Isten. Tehát ez a hármasság attól függ, hogy melyik ágon megy az ember, és ha ott van az Isten a házasságba, akkor nincs olyan dolog, amit ne lehetne rendezni. Én úgy mindig, mikor hallom a mai embernek a problémáját, meg a félelmeit, mondom, milyen jó annak az embernek, és nekem is milyen jó, hogy nekem van, mibe kapaszkodnom. Az, hogy mi hihetünk az élő Istenbe, és mi nem akarunk olyan vallásos életet élni, hogy tudom, hogy van Isten, és pont, és nincs tovább, hanem olyan életet akarunk élni, hitben járó életet, ami minden napjainkban jelen van az Isten. Tehát nagyon sokszor halljuk azt, hogy nem csak templomba járó ember akarok én lenni, hanem az én hitemet meg akarom élni a mindennapjaimban. A vállalkozásba is, az otthonomba, a gyerekeimnél, minden helyzetben. És mikor és hogyan ismereted meg a feleségedet? Feleségem Marcelházi, és akkor még fiatalon én sokat jártunk ilyen diszkóba, ugye még ugye 20 évesen, és ott találkoztam. Nem, régebben még Paton, amikor ő még csak ilyen fiatal volt, én meg már ugye 6 év van közöttünk, én még akkor már voltam ilyen 21 éves, ő még csak ugye 15, és ő oda járt le ő, biciklivel fürödni a nyári időszakokba. Én még nem ismertem őt, de ő már felfigyelt rám, és valahogy a későbbiekben úgy alakultak a, dolgaink, hogy megismerkedtünk. És ez is elmondtam a feleségemnek ezt, hogy hogy lássa azt, ad, hogy a mi kapcsolatunk, vagy a mi házasságunk, hogy indult. Tehát arra kell visszatekinteni, hogy az ő nagymamája is egy nagyon hívő asszony volt. Tehát ő mindig imádkozott az unokáiért, hogy az Isten úgy vezesse az unokáit is, meg olyan férjet vagy feleséget adjon nekik, ami őtőle való. És az én oldalamról is, az én édesanyám is egy hívő asszony volt, ott is mindig biztos hangzottak az imádságok, hogy ugye ma már nagyon jó dolog, az, hát mind a ketten ugye reformátusok is vagyunk, ugye ez, egy, ez is egy hozzátartozik, mert általában vitaszok keletkezni, hát az egyik katolikus, a másik református, és akkor most ki hol esküdjön, melyik templomba, a keresztelőnél előjönnek ezek a viták, de ez, ami a mi életünkben van, hogy mind a ketten reformátusok, és hídben, nem az is az a lényeg, hogy reformátusok, de hogy hídben járunk, ez egy kiváltság. És ez már akkor is így volt, amikor megismerkedtetek? Nem, nem, így volt. Mindjárt érezted, hogy ez egy, ez egy komoly kapcsolatnak fog kinézni? Én a katonaság után, tehát én ugye voltam katona, és ilyen 21 és fél éves volt, amikor leszereltem, mert fiatalon vittek el 18 és fél évesen. Utána ismerkedtem meg a feleségemmel, a jelenlegi feleségemmel, hát jelenlegi, az egyetlen, így mondom. Sokszor dicsekszem embereknek, hogy mi már 43 éve vagyunk házasok, és valamelyik nap felemlítettem a feleségemnek, hogy te, anya, mondom, hát talán még az 50 évet is megéljük <laughs> együtt és van egy barátom, aki betegségében a templomba került, és ben volt a szobájába, és jött egy telefon neki, hogy keresi őt valaki telefonon, és beszélgetett azzal az illetővel, és ilyen nagyon szelíden szólt a beszéd. És ben volt egy nővérke a osztályon, és mikor letette a telefont ez a barátom, akkor Megkérdezte, hogy kivel tetszett beszélni ilyen szépen. Hát a feleségemmel, mondja az illető. Feleségével, hány éve házasok? Azt mondja, 47 éve. És még a feleségével ilyen szépen tud beszélni. És hogy ez a nővérke, aki hallotta ezt a beszédet, hogy ő neki is kell ez a lelkület, amit tapasztalt ebből a beszédből, és hogy hogy imádkozzon érte ez az illető, mert el is hitben járó emberről van szó, és ott a, a szobába, ott adta át az életét az Úr Jézusnak ez a nővérke. Tehát valahogy én is szeretném így megélni a hitemet, tehát én is azt mondom, hogy én nem a szavakkal akarok másokat Istenhez vezetni, hanem az én cselekedeteimmel, és nem mondom, hogy mindig sikerül, de mi a vállalkozásba is bizonságot teszünk az Istenről. Tehát olyan ember nincs nálunk alkalmazottak között, aki ne tudná, hogy mi hogy éljük meg a hitünket. Megvaljuk először is szóba, és ha valaki kérdez, akkor tudunk olyan választ adni, megpróbálunk olyan választ adni, hogy keresővé váljék az az illető is, hogy őnek is kell ez, mind ahogy hallottuk, amit előbb mondtam a kórházi szobáról, hogy őnek is kell ez, mert ilyet nem tapasztal. Akkor ezt úgy képzeljük el, hogy jön hozzátok valaki egy állásinterjúra, és akkor követelmény gyakorlatilag az, hogy a vallási előlete, vagy De. a Nincs. Nyilván csak viccesen és komolyton teszem fel a kérdést, de hogy, hogy néz ez ki akkor gyakorlatban? Nincs ilyen követelmény, abszolút nincs ilyen követelmény, hogy mi arra kérdezünk, hogy milyen a hitélete, vagy milyen vallású, vagy valami, és nincs. Nekünk a cégén belül hát van az a fluktuáció, tehát hogy jöttek nem felelt meg arra a munkára, elmentek, stb. Meg volt a leépítés, ugye, tehát valamikor, nem tudom, dolgoztunk 25 ön az irodába, ma meg 5-6-an vagyunk, és az, aki úgy megmaradt, de már akkor is, akik ott voltak, mi mindig, mert történtek balesetek, volt egy alkalmazottunk, az egyik titkárnő, és mindig szolgáltunk feléje igével. A feleségem jobban tudott feléjük szolgálni a nők felé, könyvecskék, hogy hát akkor mutattuk be az Úr Jézust, ugye, hát, hogy mit is kínál a, a, az embereknek. És ez az asszony nem régen talán ilyen két éve fiatalon meghalt rákba. Akár hányszor úgy összefutottunk vele, hogy mindig ott volt a gondolatomban, hogyha elszalasztotta az alkalmakat, mert lehetősége volt. Hát hallotta az igét, hallotta az Istennek a hívó szavát, hogy kereste őt. Én nem tudom, hogy az élete, hogy fejeződött be, milyen lelki állapotba, de szolgálni az emberek felé mindig kell. Nekünk ez adatot, mi a pozsomba megyünk, akkor ha ott vannak alkalmazottak, akkor azok felé szolgálunk. Hogyha Budapestre megyünk, mert ott is van egy üzletünk, akkor azok felé szolgálunk. Na most az benne van, hogy elutasítsák. Tehát ez mindig benne van. Volt De... már olyan, hogy durván elutasították? Durván nem. Durván nem. És olyan volt te, hogy ennek hatására köszönhetően ennek a missziós programnak találkoztak olyan emberrel esettel, aminél az élete teljesen megváltozott, és olyan útra tért, amin ti is jártok mondok egy példát. Mi aztán, mikor megtértünk, hogy akkor hívtak bennünket több helyre bizonságot tenni. És én nem tudom, mikor a hallgatóság között, hogy kik vannak, de elmentünk bizonságot tenni, mégpedig hát nem vagyok egy bőbeszédű, de nekem se volt könnyű kiállni a sok ember előtt, és akkor bizonságot tenni az Úr Jézusról. Most Teltek, múltak az évek, és volt egy kisúj falusi házaspár. És megyeren voltunk, még a Szabó András volt a lelkész. Összehívott így hívő embereket, hogy hát menjünk el együtt, és akkor hát ilyen biblia óra formájában ott voltunk, és eljöttek ezek a fiatalok és ezek a kisújfalosi. És én nem tudtam, ezt őtőlük tudtam meg. Ők azt mondták, hogy az ő megtérésük a mi bizonságtételünk alapja volt. És ez a fiatal ember, meg a felesége van, neki öt családjuk, már fiatal ember nincs közöttünk, meghalt rákba ilyen 40-45 éves körül lehetett de a fiatal kitart a mai napig a hídben. Tehát erre a kérdésre az, hogy hát volt-e ilyen, aki megtért, volt, ez egy példa, de volt több. Tudok többről, aki átadta az életét az Úr Jézusnak, aki már nem csak az van, hogy vasárnaponként elmegyek a templomba, hanem olvasom az igét, imádkozok, keresem a kapcsolatot mindig az Úr Jézussal, mert az élő kapcsolat az nagyon fontos minden ember számára. Most már kerülgetjük a Igen. macska forrókását, akkor kérdezzünk rá is, hogy történt ez a, ez a csodás esemény, hogy megtérés? Az életünk, ahogy összeházasodtunk a feleségemmel, azért voltak mindenféle állapotok, nem az a drámai dolgokra kell gondolni, de egy házasságba összezördülések, lehet, hogy kiabáltunk egymásra, vagy valami, tehát voltak ilyenek, nem mondom, hogy mi egy szelíd házastársak voltunk. Későbbiekben történt egy olyan baleset, akkor még csak egy fiunk volt, hogy meglőték a szemét a fiunknak nyillal, és ki is folyott a szeme neki. Ez még, mikor madaron laktunk. Tehát nagy dráma volt ez az életünkben, mert nagyon nagy fájdalmakkal volt a gyermekünk, ilyen nyolc éves lehetett a fiunk, valahogy ilyen kisgyermek volt még. Tehát a játék közben? Úgy játék képzeljük. közben. Több gyerek ugye együtt voltak a, ott az utcán, és ilyen nyilazás közben történt ez a baleset. Na és ez elindított bennünk egy ilyen, hogy minket keres az Isten. Már akkor is tudtuk, hogy mi nekünk még nincs uh, helyen az életünk, tehát nincs rendben ezen a téren, a itt oldalán. De azért még visszatérnék egy picit előtte, még történtek dolgok. Én egy olyan állásban voltam a szocializmusban, hogy elég jól kerestem akkor a régi koronás ügybe még, és nekem mindig volt egy vágyam, hogy vegyek egy autót még legény koromba, és ez valahogy sikerült is, így kölcsönnel, és már mondtam, hogy jól keresek, és akkor hát a kölcsön tudom törleszteni, és ez meg is történt, és az édesanyám, mikor ezt tett, még mindig ott laktam náluk, hogy mindig voltak alkalmak, evangelizációk. Na most bárhol, vagy Pestre mentünk, ahol hallotta, és akkor mindig mondta, hogy fiam, hát nem vinnél el ide, meg oda, erre a helyre, meg arra. Hát mondom, szerettem az édesanyámat, és mondom, dehogy nem, hát elviszem. És ezek az evangelizációk engem is érintettek, ha akartam, ha nem akartam volt olyan állapot, amikor azt mondtam az egyik helyen, akkor szlovákoknál voltunk egy ilyen evangelizáción, és akkor azt mondtam, hogy hát én úgyse tudok úgy szlovákul, hogy én értsem a Bibliát, a Biblia magyarázatot, és hogy oda elmentünk akkor az édesanyámmal, akkor ez egy szabadtéri alkalom volt. És mikor ott megjelentünk, ugye, hát szólt az ige, és engem annyira meghatott, nem hogy nem értettem, mindent értettem, ami elhangzott, és annyira megérintett engemet ott az ige, hogy hát nagyon sírni tudtam. És többször voltak ilyen alkalmak, tehát ahogy említettette is, hogy az idős Zimányi József is járt ugye ide, és amikor jöttek Marcelázára, vagy Naszvadra, vagy bárhova, akkor mindig elmentünk ilyen evangelizációkra. Az egyik alkalommal azt se felejtem el, amikor a, jöttünk, már vége volt az evangelizációnak, és a, ez a lelkész, aki szolgált, akkor ott állt az ajtóba, és úgy kezet fogott mindenkivel, és mondja az édesanyám, hogy itt az én fiam, tiszteletes úr, mit szól hozzá, vagy valamilyen kérdés volt, és rám néz a tiszteletes és a szondja. Ez már az Úr gyermeke. Tehát még, még mindig nem voltunk ott, hogy mi fizikailag, agyilag, azt mondom, elménkből úgy döntöttünk volna, vagy én úgy döntöttem volna, mert akkor még egyes számba beszélek, mert még nem, ahogy mondtam, legény voltam hogy átadtam volna az életemet az Úr Jézusnak. Már mások láttak benne valamit, mert én mindig azt mondom, hogy most, amikor már gyakorolom én is azt, hogy a gyermekeimért imádkozok, én gondolom, hogy amikor én voltam gyermek, akkor az én édesanyám nem csak én értem, hanem az én testvéreimért is imádkozott. És az imádságnak ereje van, mondja az ige. Tehát akkor úgy is fogalmazhatunk, hogy kóstolgatott, kóstolgatod, kóstolgatod Igen. téged Igen. az Úristen, és aztán? Aztán, ahogy összeházasodtunk, most egy kicsit lépek, akkor ugye jött ez a baleset, amit említettem a fiammal, és akkor nagy drámákat értünk meg, pozsomba hordtuk a kórházba ugye a fiunkat, a feleségem sokszor ott volt mellette az éjszakákon, azt láttuk ebből, hogy az Isten keres minket. Ugye a Bibliában az is meg van írva, hogyha nem megy szép szóval, hogy az Isten keményen is tud szólni. És elfogadtuk ezt a hívást, amikor találkoztunk olyan emberekkel, akik mutatták az utat, hogy van egy út, ami megvigasztalhat bennünket ebben a nehézségek közepette is, mikor volt egy evangelizáció, nem tudom, hogy ki ismeri a mindenki templomát, ez Budapesten van, elmentünk oda erre az alkalomra, és ott adtuk át az életünket, mind a ketten a feleségemmel az Úr Jézusnak a kereszt alatt. Van ott egy nagy kereszt ebbe a templomba, és akkor is volt egy felhívás, hogy ki az, aki úgy döntött, hogy hát most már ezt az utat akarja, és az Úr Jézust akarja követni és ott döntöttünk, hogy igen, mi ezt az utat szeretnénk járni. Ez egy ökumenikus alkalom? Igen, a igen. Ez egy adódóan, hogy ilyen mondom. evangelizációs alkalom, mint amik itt is szoknak lenni, ugye, hogy nincs az, hogy valláshoz kötve, hogy hát, hogy ilyen vallású vagyok, vagy olyan vallású, hanem az Úr Jézushoz hívnak. Nem a valláshoz hívnak, hanem az Úr Jézushoz. És amikor innen hazamentetek, mi volt az első dolog, amin változtattatok? Vagy mi volt az a változás, amit mások, akár a gyerekek, vagy a környezetetek észrevett rajtatok? Hát a feleségem, amikor most először a szólok, mert nekem is az megható volt, amit ő mondott, hogy amikor itt ezen a Jókai utcán ment, a mondja, és látta az embereket, ő, ő mind megtért ember, hogy mennyire fájt neki az, hogy akit lát az utcán, nincs megtérve, és hogy az elkárhozik, mert a Biblia erről beszél. Ha én nem járok a hit útján, akkor nincs üdvösségem, ha nem járok, de ha járok a hit útján, akkor üdvösségem van. Na most mi a hitünket? A kezdet-kezdetén volt az, ahogyan sokszor halljuk, ez a fellángolás, hogy igen, én az Úr Jézust követem, de aztán vannak a hitéletben is hullámvölgyek. De ma már azért el tudjuk mondani mind a ketten a feleségemmel, hogy a reggeli felkelésünk az úgy kezdődik, hogy bibliaolvasás, ige magyarázatok olvasása, imádkozás. Ennélkül mi el se indulunk otthonról. A hitünket már én azt tapasztalom, hogy ahogy múlnak az éveim, mindig jobban szeretnék közelebb kerülni az Úr Jézushoz. Tehát a Bibliában van egy ige, hogy amikor megtér az ember, akkor tejjel táplálkozik, de utána szüksége van a kemény eledelre. Lelki vonalon is van kemény eledel. És én próbálom eztet úgy az Úr Jézus elé vinni, hogy Uram tápjál engemet kemény eledellel. A te közelségedben én úgy érzem az én mindennapjaimból, hogy akkor vagyok jó lelkileg is, testileg is, ha minél közelebb vagyok az én megváltómhoz. Az ő közelsége az, ami engem megvigasztal, ami örömet ad. Egynek nagyon-nagyon örülök, még egyszer mondom, már mondtam az elején is, hogy a feleségem ugyan ezt a vonalat, ugyanezt az Úr Jézus szereti. Tehát hányszor van az, amikor házasságokon belül is az egyik, nem tudom, Ebbe kapaszkodik a másik egy egész más vonalba. De hogy ez, hogy mi mind a ketten egy hangon, ahogyan mondja zenei szóval, ugyanazt, hát ez egy, ez egy nagyon nagy kegyelem. Abból látom. És hogy hogyan mutassuk meg a gyerekeinknek a mi hitünket. Mindenképpen az Ige, ahogy elkezdtünk foglalkozni az igével, tehát hogy olvassuk az igét, az megújítsa az embert az Ige akkor éltünk egy olyan életet, hogy én soha nem kacsingattam ki a házasságunkból, mint ahogyan ma ugye nagyon szokás. Tehát én hűen ragaszkodtam a feleségemhez a mai napig, és ragaszkodni is fogok ezután is. És én azt tapasztaltam, hogy ha én mindig ilyen gyors ember voltam, tehát gyorsan szerettem megoldani problémákat, ha valaki nem úgy gondolkozott mindenhogyan én, akkor azt olyan lekicsillően mondtam, hogy hát jaj, hát te miért nem tudod ezt, tehát, amit én tudok, hát neked is tudni kellene. És ezeken az Úr Jézus változtatott az én életemben is. Hogy fogadjam el azt a másik embert olyannak, amilyen. Ne úgy fogadjam el, hogy én szeretném, hogy ilyen lenne, vagy olyan lenne, hogy ilyen csinos lenne, vagy nem tudom milyen, elképzelésem volna, hanem fogadjam el úgy, ami ennek Isten teremtette őt, ha én őt feleségül kaptam az élő Istentől, ő ajándékként adta mellé, állította, hogyan az ige mondja, akkor én legyek megelégedve vele. Ne keressem a hibáit, a negatívumjait, hanem azokat a dolgokat, főleg a hitoldaláról, hogy hát ha ő is szereti az Úr Jézust, akkor ő a legjobb kezekbe van. De a legjobb kezekbe. És én ezt tapasztalom, hogy ha mindig közelebb kerülünk, mert ez az évek folyamán aztán így alakult, hogy nem volt minden sima nekünk ez alatt az időszak alatt, hogy jaj, most már ha mi megtértünk, akkor jaj, csodálatos a mi életünk. De az a lényege, ahogyan Pál apostol is mondja, hogy a hitet megtartottam, és ezt a futást, amelyre tulajdonképpen mindenki fut valamerre, hogy ezt célba érjünk majd a legvégén, amikor az életünket majd egyszer befejezzük. És én a feleségem nevében nem tudok beszélni, hogy mit él meg a hitében, de az az egy dolog biztos. A hit életünk most a legjobb, és még azt akarom, hogy még ettől jobb legyen. Ahogy idősödtünk, már mind a ketten nyugdíjas vagyunk, most feleségem nem szereti a ilyet mondok, mert de éppen most lett nyugdíjas valahogy januárban, vagy februárban. Ezt majd kivágjuk. És az életünk folyik, ugye? Minden, azt hiszem, itt az András felesége, amikor beszélt most utoljára a szószékről, a Szabó Andrási, hogy minden nappal rövidül az életünk. De nem félünk, mert ott van, itt egy pár jegyzetet csináltam abból kapcsolatban, hogy hát hogy van az emberi élet, és hogy mi van az élet után, hogy nem pont van, hanem kettős pont, és folytatódik. Ezzel a gondolkodásmóddal, meg ezzel a lelkiséggel vállalkozni ma azért nem egy mindennapi dolog. Nem valtak titeket fel Wall Street farkasai? Tehát a haszon maximalizálása, a könyörtelen üzleti törvényeknek való megfelelés. Hogy lehet így ezzel a gondolkodásmóddal vállalkozni, sikeresen vállalkozni? Lényege mindig az, hogy nekünk a vállalkozás, fele... csak egy példát mondok, hogy a legegyszerűbb oldalát a vállalkozásnak a feleségem sokat mozog Pest meg a környékén, és ott mindig probléma például autóval parkolni, ugye hát sűrű minden és azt mondja, hogy mikor elindul az útra, akkor mindig az Úr Jézus elé viszi, hogy hát Uram, hát tudod, hogy én nekem milyen probléma parkolni, és főleg oda, hova jár, abba az utcába, ahol tényleg állandóan fullom van a parkolás, és érdekes dolog, hogy mikor ő oda megy, még mindig van üres parkolóhely. Tehát amikor csak innen alulról próbálom bemutatni, hogy Nekünk a vállalkozásba, ahogyan mondjuk, oda is bevittük a hitünket, és ott se si egyedül vagyunk. Tehát mi nagyon sok helyzetben, még a negatívumokat is, amik történnek a vállalkozásban, mert történnek dolgok, ami nem tetszik emberileg nekem, meg a feleségemnek is, de elfogadjuk. Elfogadjuk. És nekünk nem volt olyan helyzetünk, hogy valaki meg közelített volna olyan szempontból, hogy nem tudom, tűnjetek el a piacról, vagy valami ilyesmi hasonló. Ilyen semmi nem történt a mi életünkben. És amióta vállalkozunk, és ma már csak olyan szintén vagyunk, ahogyan előbb mondtam, hogy hát már csináljuk, mert ez annyira szét van dolgozva, hogy ezt befejezni nem is lehet tulajdonképpen. Talán a gyerekeink majd valamikor, hogyha Tehát be csinál, tudják fejezni. van Így, így. Abban mennyi sikeretek volt, hogy mindezt, amiről most itt beszélünk a megtéréstől, a hitről, az Isten útján való járásról, hogy ezt hogyan tudtátok a gyermekeiteknek bemutatni, átadni, hmm. hogy kövessék. Eszembe jutott a középső fiunk, akkor még itt laktunk a Leckeckén, és a, ilyen három éves volt, ez ilyen helyes fiú volt, ilyen szőke, göndörhaja volt és én már akkor kezdtem őt -e tanítani énekre, és a mai napig eszembe van, és föl van véve videóra, amikor már el is mondja ezt az éneket, hogy aki hozzám fordul, azt ki nem vetem, így szól az ének, és ez a gyermek már akkor tudta ezt az éneket három éves korában. Mikor mi báróva mentünk autóval, és akkor még nem voltak csak kazetták, meg cd akkor nekünk mindig az énekek szóltak az autóba. Bárhova mentünk, csak az énekek, a lelkénekek. És a gyerekeket ezek úgy lecsendesítették, kiskorról beszélek, tehát két-három éves, hát a legkisebbet, de még a középsőt is ebbe a Mózes kosárba hordtuk a templomba is, és ugye mindig ott volt közöttünk a templompadba is a kisgyermek. Tehát valamit ők is kaptak az énekeken keresztül, mert ez valahogy mindig lecsendesítette őket. Ha ketten ültek hátul, akkor hogy ne veszekedjenek, ne vitatkozzanak, akkor az ének be volt kapcsolva, és csönd volt. Tehát én azt tapasztalom, a feleségem is azt mondta, hogy minket is a lelki énekek buzdítottak hitéletre. Én nagyon szeretem az énekeket, a lelki énekeket. Én ha reggelinél, mikor már az igét, a Bibliát olvastam, az ige magyarázatot imádkoztam, a következő az, hogy bekapcsolom a Youtube-ot, és hallgatom Pintér lát bárkit, aki ilyen lelki énekeket énekel. Tehát ez egy fontos része, sőt, ha otthon vagyunk szombat-vasárnap, csak erről szól, ha főzés közben vagy valami, szólnak a Lelkiénekek. És az előfordul, hogy te magad is arra fakadsz. Igen. De? Én nagyon szeretek énekelni a templomba is. Én, azt mondja az Biblia, hogy dicsérjetek engemet. S bármilyen kérés nekünk van, ami gondolatunkban, imádságainkban, stb., a, a dicséret mindennél többet ér. Az Isten dicséret. Tehát, hogy én dicsérni az énekeken keresztül tudom az Istent egyik módja az is, hogy dicsérem az Isten. Az Isten úgy is tudja, hogy mire van nekünk szükségünk. Tehát az ige azt mondja, hiszen egy hajszál sem esett le a fejetekről az én tudtom nélkül. Tehát ennyire ismer bennünket. Sokszor úgy feleségemmel megbeszélgessük, hogy anya, nézzünk fel a csillagos égre, és képzeld el, hogy ezt Isten teremtett. Hát lehetséges ez. Még ha nem is tudom elfogadni, mert emberileg azt mondom, hát ez lehetetlen. De hittel elfogadom. Hittel. A hitélet is tulajdonképpen arról szól, hogy amit nem látok, de elfogadom. Uram, mert ezt te kijelentetted. És nekem ez kell, és én ezt elfogadom. Na és a gyerekeinkre, hogy visszatérjek, most egy kicsit nagyobbat ugrok. Nagy aki Pesten ott már van egy 18 éves unokám is már átadta az életét az Úr Jézusnak, mert volt egy ilyen alkalom a Pasaréti Gyülekezetből, rendeztek itt valahol Magyarországon, így a fiataloknak szoknak, mind itt is ugye a református gyülekezetből, és ott is ilyen lelki, elmélyítő alkalmak voltak, és dicsekedett nekem, hogy hát papa, átadtam az életet az Úr Jézusnak, hát nagyon örültem ennek. Most két éve pedig a középső unokám, aki 15 éves, ő szintén eljött ebbe a táborba, és nagyon ellene volt, mert ő angol iskolába jár, és hogy ő itt semmit nem fog érteni, mert ő magyarul nem tud mondja, hát így fejezte ki magát. Tud ő magyarul így beszélni minden, de hát az iskola végig ugye angolul megy. Őnek is az lett a vége ennek az alkalmaknak, hogy ő is átadta az életét az Úr Jézusnak. Tehát valahol az a elvetett mag, az életre kelt, így is mondhatom. Régen hallottam azt, hogy a búzamag több tíz évig vagy húsz évig is el van a földbe, hogyha nem kap nedvességet, akkor nem csírázik ki. Hát valahogy így van ez a hitéletben is, hogy el van vetve az a mag, ha még visszagondolok az én szüleimre, vagy a feleségem szüleire, meg a nagyszüleire, akik hídben jártak. Mert mit mond az ige? Azt mondja, hogy ezer iziglen is megáldom azokat, akik engem szeretnek. Ezt az áldást mi tapasztaljuk a mi életünkben is. És az érvényes az én testvéreimre is, hogy mondtam, hogy hát ők is hídben járnak érvényes most már, hogy kezd kibontakozni, mert nem biztos, hogy én meglátom, hogy az én gyermekeim megtérnek, így mondom, de az én édesanyám, ő meglátta azt, hogy mi megtértünk, de vannak olyan helyzetek, hogy a szülő nem lássa meg azt, amikor a gyereke megtér. De példát kell mutatni az életünkkel, hogy mi hova tartozunk, mit képviselünk, kihez tartozunk, ezzel példát lehet mutatni. Csak néhány mondatban is a legfontosabbakat kiemelve. Milyen apa voltál, amikor a gyermekeid még kisebbek voltak? Milyen vagy most, hogy már kirepültek a... Még vannak részekből? otthon ketten. És ezzel szemben milyen nagyapa vagy? Mi hogyan változott te apa, nagyapa szereped? Kezdjük a nagyapaságnál, mert ugyanúgy, mint ahogy nem létettem, hogy én szeretek énekelni, és amikor az unokáimat is elhozták ide, vagy lementünk Budapestre, akkor én próbáltam mindig énekeket, énekekkel szolgálni feléjük. Egy éves a gyermek, két éves a gyermek, és ugye mindig ott ültek az ölembe, és hallgatták az énekeket. Én az énekkel való szolgálatot az unokák vagy a gyermekeim felé nagyon helyes útnak tartom. Tehát ilyen lelkiénekeket, vidám énekekkel próbáltam feléjük szolgálni. A gyerekeimnél ugyanúgy lássák azt, hogy meg hallják, ugye, amit mondtam, hogy én hallgatom, a, vagy hallgassuk a házban, a, a Youtube-on a Pintér lát és mindazokat, akik kedvesek nekünk a hit útján, és ők ugyanezt hallják. És hogy milyen apa voltam én? Talán jobb volna ilyenkor egy gyermeket megkérdezni, hogy ők, Hova tennének engemet, mint apát? Én nem mondhatom el magamról, hogy jó voltam. vagy Szigorú voltál? Nem vagyok szigorú. Apa. Engedékeny. Engedékeny vagyok, engedékeny. És kemény vagy komoly elvárásokat támasztottál velük szemben? Mindig szépen? szerettem volna a gyerekeimet munkára fogni, tehát hogy a mi ilyen kertes házban lakunk, és az körül mindig van egy kis munka, nem nagyon kedvelik a munkát, de azért jönnek segíteni. Milyen testvéreknek látod őket apaként? Hogyan tekinted az ő kapcsolatukat három fiú? Azért ez egy különleges kapcsolat. Mivel nagy az évi különbség a gyerekek között, mivel a legidősebb fiunk az 43 éves, a középső az 27, és a legkisebb pedig 22. Tehát ott van 21 év a legidősebb és a legkisebb között. Hát csak egy példát még elmondok a harmadik gyerekünknek a születéséről. Tehát a feleségem már 40 éves volt akkor, mikor szült el a harmadik gyermekünket. És el nem felejtem, hogy a pasaréti gyülekezetből a lelkész Cserikálmán tátrába volt ilyen alkalom a szokott még rendezni a fazekas lelkész, ugye, és akkor ez akkor volt, mikor a feleségem várandós volt akkor nagy problémák voltak, ugye mindenkinek azt mondták, hogy már ebbe a korban azért a magzatvizet kell venni, hát a gyerek már lehet fogyatékos, stb. Tehát, hogy ilyen, és mondta a feleségem, hogy nem, nem engedi ezt a vonalat, hanem hogyha az Isten megáldotta őt, tehát ugye ezzel a várandósággal, akkor ezt a gyermeket vállalja mindenképpen. Meg is szülte a gyermeket, tehát nagyon egészséges, nem tudom, négy kiló valami körül volt a gyermek, ilyen azt hiszem 390 vagy így. De lényege az, hogy vállaltok úgy, hogy az Úr Jézusra bíztuk akkor is, mert akkor már ugye hitben jártunk. Tehát nem volt kérdés az, hogy jaj, hát most az orvos majd mit mond, vagy mit nem mond, akkor megtartom, nem tartom. Tehát mindenképpen vállalni a gyermeket, a harmadikot. Hát nagyon örülünk neki, hogy ez így történt, és ez így történt az én fiamnál is, ott is három gyermek van, és a legkisebb egy fiú. Tehát két lány és egy fiú. És ott is volt dilemma, amikor a menyem, ugye, hogy várandós lett, hogy megitartsák ezt a gyermeket. És most már azt tudom mondani, hogy olyan örömük van benne, tehát egy nagyon eleven, futbalista az MTK-ba focizik a gyerek, és nagyon egyenlőre jónak mutatkozik. Az MTK jobb utánpótlás csapatok ja. közé sorolják az MTK-ba, ott a legkomolyabb az hát ilyen jellegű munka. Ők akkor választották ki mert ő valamikor ott Pesten de... van egy barcelonai csapat, és ő ott volt a Barcelonába, akkor is valami 3000 gyerek körül választották ki, és akkor onnan csalták előtet az MTK-ba most. No, most csak azt akarom mondani, hogy mennyire örülnek a szülők ott is, hogy ez a gyermek most ilyen 13 éves, hogy megszületett, tehát mint harmadikként. Sokszor bizony az emberi gondolatok nem jó döntés hoznak, ugye ma már kevesen vállalják be a három gyermeket, hanem mindenki tulajdonképpen így mondja, hogy idézőjel teszem, hogy élni akar, és akkor, hogy a gyerek ne fékezze őtet. Tehát a mi gyermekeink, én azt látom, hogy lássák a mi hitéletünket, és sokszor imádságban, bármikor születésnap van, vagy valami alkalmak vannak a családba, akkor mindig imádsággal kezdjük az ünnepet is. És ez is gondolom, hogy valahol megmarad bennük. Még ha most lehet, hogy ellenállnak is, mind én is ellenálltam ebben a korban 20 évesen. Mondtad, hogy a mindenki templomában egy ilyen ökumenikus alkalmon tértetek meg. Igen. Mi oknál fogva választottátok mégis, vagy maradtatok itt a református gyülekezetnél? Mivel a fazekas tiszteletes úr hitben járó lelkész, és régebben ugye nekünk jó volt a, hát most is jó a kapcsolatunk, amikor ő ide került Komáromba, mi is talán azon időbe kerülhettünk ide valamikor, úgy a kapcsolatunk nagyon szoros is volt, még nem volt akkor püspök, és akkor már ugye sokszor megkért, hogy vigyem el ilyen előadásokra, vagy valahova mindig vittem őt, ha megkért alkalmakra. És úgy megmaradt bennünk az, hogy meg a zsuzsikát is nagyon szeressük, tehát a szószékről, amikor hangzik az élő ige, az, mondhatnánk, hogy az véget maradtunk itt a református templomba hogy hallhassuk az élő igét. Na most vannak negatívumok, most nem az ő feléjük mondom, hanem van, amikor olyan szolgál ugye a szószékől, az nem az élő igével szól, de mindig ezért is lehet imádkozni azért az emberért, hogy hát az Úr Jézus érintse meg az ő életét is, az ő szívét, hogy ő, ő, találkozzon az élő Istennel. Valóban a nagy súly van, gondolom, a lelkészek vállán is, hogy a hallgatóság a templomba járó embereket megérintse ez ige. Azért kell az élő igét szólni, hogy megérintse az embereket. Hogy ne egy olyan kötelességből jöjjek templomba, hogy jaj, hát vasárnap van, és akkor most templomba kell menni. Hanem el nem felejtem, még egy példát elmondok. Nekünk, mikor megszűnt a Biblióra, mi nem tudom hány évig, talán tíz évig is volt nálunk Biblióra, volt egy katolikus néni, aki kiárt a, tehát a biblia órák, mikor megszűntek nálunk a házba, akkor Marcelházán kibéreltünk egy épületet, és ott ilyen bibliaórák formájában, de ezekkel a lelki énekekkel mindig szolgáltunk. Tehát volt, amikor voltunk 10, 20, 40-en, sokféle felállás volt, és egy nénit említek meg, ő nem járt oda soha ebbe a közösségbe. Ő mindig ment a temetőbe, és az délután szokott lenni vasárnap, és ha nyár volt, akkor nyitva voltak az ajtók, ablakok, és hangzott az ének, tehát gitárszó, orgona plusz az éneklés. Sőt, többször elment ezen az úton, és őt megérintette ezek az énekek katolikus létére, és eljött ezekre az alkalmakra. És azt mondta, amikor már egy idő után járt oda, és volt olyan eset, hogy hát elmaradt valamilyen okvéget, hogy most vasárnap nem lesz. És ő még akkor is hajlandó volt eljönni, hogy nem így véletlenül csak félreértette, mert ő annyira vágyakozott oda. Annyira szerette ezeket az alkalmakat. A lényege az lett, hogy átadta ő is az életét az Úr Jézusnak. Meghalt már az őte, de tudjuk, hogy jó helyen van. Tehát úgy szolgálni az emberek felé, a megtérést valahogy az embereknek kell, hogy vágyakozzanak a megtérésre. A vágyakozás az azt jelenti, hogy úgy szóljon az ige, szeretetből kell, hogy szóljon az ige. Csak az az ige tud motiválni embereket, vagy megérinteni, amely a szeretetből szól. A szeretet egy nagyon lényeges dolog az igében is azt mondja Pál Apostol is, hogy ha szeretet nincsen bennem, akkor olyan vagyok, mint a zengő érsz, vagy a pengő cimbalom. Nincs, nincs haszna, semmilyen haszna nincsen. Ő is próbált ugye úgy szolgálni az emberek felé szeretetből, ahogy ismerjük az ő életét. Megtapasztaltuk azt, hogy valóban érdemes szolgálni. Persze van visszautasítás is. Van az is, hogy nekem ne szól semmit, én ismerlek, már, amikor az egyik ismerősöm felé szokok szolgálni, ő mindig tagadásba megy, mert azt mondja, halál. Hát a halál, nézd meg, mi történik. Hát eltemetik, megrothad, és vége az egésznek. Ugye olyan, hogy feltámadás, ő azt tett, abszolút nem tudja elfogadni, mert csak azt tudja elfogadni, amit az ő szemével lát. Tehát a helyz ugye nem látni kell, hanem hinni kell a hitéletnek az alapja, hogy én hiszem. Mondja az ige is, hogy én hiszem. Hinni kell, és mindennek utána ugye építkezni lehet ezzel a hittel. Az épületet se úgy építik, hogy a tetővel kezdik, hanem alapokat raknak le. És a hitélet is egy alap, hogy én, uram, én te rád akarok építkezni, mert te vagy a kőszikla, és ezt az építkezést is te vezényed le ezt a lelki építkezést az én életemben. Te adj nekem ebben világosságot, te vezesd az én lépteimet, te vezess engemet az én utamon. Amikor szabadidőd van, és amikor nem vállalkozol, vagy amikor nem a gyülekezetben szolgálsz, mm. akkor mi az a, az időtöltés, amivel szívesen töltöd az idődet? Ahogy mondtam, hogy mivel van egy kis kertünk, és ottan gyümölcsfák, csemegeszöllő van nekem ott néhány ültetve, meg minden, ami a kert körül van. Én nagyon szeretek a kertben dolgozni, és még a szüleim után is, ami megmaradt családi ház Madaron, ott is van egy nagy kert, és ott is paradicsomot, tehát a zöldségeket termesztünk, és ugye én akkor ez a szabadidőmben ez van, de a szabadidőmben az is van, hogy én szeretek sportolni, tehát nyáron biciklizek nagyon sokat, így mondom, tehát nekem sok, mert a koromhoz képest ilyen 40 kilométert megyek naponta, ilyenkor pedig, amikor hűvösebb van, akkor pedig ilyen gyors gyaloglást, mert ott lakunk a, a Duna töltéstől egy 100 méterre, és akkor ugye oda szokok járni ki gyalogolni. Hát a balesetem az az volt, ez körülbelül 5 vagy 6 éve történt, hogy e, e, én szeret, javítottam volna ott valamit a teraszon, és leestem az állásról, és úgy estem, hogy a hátsó részemre, és a, eltörött a hátgerincem, most nem tudom, a negyedik csigolya alulról valahol itt tenne, és hát nem volt otthon csak a nagyfiam, de se si a telefon, semmi nem volt a közelembe, hogy tudtam volna hívni. Hát így felálltam, de nagy fájdalmat éreztem, és na, a lényege az lett, hogy bekerültem a kórházba, és ott megállapították, hogy el van törve a csigolya. Befektettek a kórházba, a lábamon ment ez az egész végig, tehát nem fektettek föl valahol, hogy, hanem ugyanúgy lábamon mentem a elfekvőre, ott, ahol megvizsgálták, ott törés van. Na, bekerültem a szobára, és másnap ugye vittek új várba, hogy megműtenek. Úgy is történt, azt szem harmadnap vittek a műtőre, és ott a nővérke is szólt, hogy hát ne féljen. Gál úr nem mondja, nővérke, hát én nem félek, én, a, én, hiszek Istenbe, én mint ő bízom ezt az állapotomat, és majd ő rendezi az én sorsomat. Hát így is lett, megoperáltak, ilyen öt órás operáció volt hat ilyen öt centis csavar van még mai napig is a hátgerincembe. Két ilyen vas megy, ilyen 15 centi hosszú, és abban van hat darab ö, csavar, azzal rögzítették ugye a átgerincet. És én már a harmadik hét elején már kingyalogoltam a töltésen, és úgy jöttek hozzám az emberek, hogy hát, hogy éltem meg ezt a balesetet, az ismerősök, a rokonok, és bizonságot tudtam nekik tenni a az Úr Jézusról, hogy hát ez hogyan is történt, és én kit hívtam segítségül a nyomorúság idején. De még egy példát elmondok a feleségemről. Ő neki rákot állapítottak meg, az, azért mondom el ezeket a problémákat, hogy ne azt gondolja a hitetlen ember, hogy a hívő embernek nincsenek betegségei, problémái. Ugyanúgy vannak, csak az a lényeges különbség, hogy a hívő embernek megvan a kapaszkodója. Megvan az, hogy amikor problémám van, mikor mélységbe vagyok, Uram, te onnan is ki tudsz engem menteni. Ki tudsz engem szabadítani, mert te vagy a szabadító. Hát akkor csak röviden a feleségemről. Tehát rákot állapítottak meg a mellébe. Elkerültünk odáig, tehát röviden fogom mondani, hogy pozsomba be kell feküdni ugye a kórházba, és akkor, hogy megoperálják és mentünk be a szobára, ahol már többen, hát azt hiszem négyen vagy öten feküdtek, és nekem még volt egy utam, mert azt hiszem, hogy onnan mentem aztán Prágába, de bekísértem a feleségemet ugye a szobára, én nem tudtam semmiről, tehát aztán én eljöttem, lerakottunk ottan. A feleségem mondja másnap, mikor telefonon beszéltünk, hogy képzeld el, hogy mit mondtak az emberek. Ugye tiszta idegen helyre mentünk, senkit nem ismerünk. Hogy mikor beléptünk a szobába, ők azt kérdezték a feleségemtől, hogy hogyan tudunk mi ilyen nyugodtak lenni egy ilyen helyzetben, egy ilyen állapotban, mert ugye, aki oda kerül, hát azért nem egy rózsás helyre került. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy azok az idegenek valamit láttak. Egy szót nem szóltunk senkihez, semmilyen vonalon. De valamit láttak rajtunk, hogy mi valahogy másak vagyunk. Nem látták a félelmet. Nem látták az aggódást. Nem látták az aggodalmat. Hitéletet így is meg lehet élni. Hogy egy szót se szólok, de az én tekintetem, vagy az én, az én tetteim, azok valakire mutatnak. És olyankor, mikor ez a kérdés hangzik, akkor el lehet mondani, hogy miért van. Tehát mikor megtörtént az operáció, utána ugye jön az a helyzet, hogy az orvos állapítsa meg, hogy most utána kemoterápia, vagy pedig sugárkezelés. És egy, lemegyünk egy folyosóra, ottan leülnek ezek a beteg emberek, és mindenkin ugye ott van ez a rémület, és a feleségem mellett is ott voltak azok, akik az ő szobáján voltak, és nagyon féltek attól, hogy hát kemo, Kemoterápia, és mennek is sorba az asszonyok, és mondja a feleségem azt, ad, hogy apa, csak azért imádkozzunk, hogy ne a kemot kapjam, hanem a sugárkezelést. És akkor mennek az asszonyok sorba, kijön, kérdezi a feleségem, no, te mi lesz? Kemoterápia. Jön a következő, második kemoterápia, harmadik kematere, mindenki kemoterápia. Jön a feleségem a sorra, és bemegy, és amikor eltelik az a idő, még ben kellett lenni az orvosnál, ugye én is csak az úr előtt tudtam őt hordani, na a lényege pedig az lett, hogy az, amit ő szeretett volna, hogy sugárkezelést kapott. Mindenki kemot kapott ott körülötte, csak ő kapott sugárkezelést. Így is lehet. Ma azt mondhatnám, hogy egészséges, ahogyan jár az ellenőrzésekre, de elfogadjuk az Istentől minden helyzetet. Ne tudjuk, hogy akik az Isten szeretik, ugye, azt mondja az ige, hogy azoknak minden a javukra van. Még a nyomorúságok is, betegségek is. Azt mondja itt az egyik ilyen igei rész, hogy a győztesek csak abban különböznek egymástól, hogy ők újra, meg újra felállnak. Mi az Úr Jézussal győzedelmes életet élhetünk. De csak ő vele? Nincs senki, aki őtet helyettesítse győzelmes életet élni csak a megváltóval lehet. Senki nem tudja őt helyettesíteni. Akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a, az emberek lábára cipőt, a kezükbe pedig egy olyan bizonságtételt tesztek, amit eléjük éltek, ami példaértékű. Mi nem vagyunk egy szent emberek, így is mondhatom, de a hitünket próbáljuk megélni, nem csak szavakkal, ahogyan, hogy mostan, ugye szavakkal próbálom bizonyítani az én hitemet, hanem a tettekkel is, hogy a mélységek közepette is, Uram, én téged hívlak segítségül. Meg egy mondatot elmondok. Mikor én a kórházba voltam, és oda került mellém egy idősebb bácsi, én ott is vittem magammal mindig ezt a fülesemet, és hallgattam hogy vagy az ige hirdetéseket, Bódis Miklóst, vagy Cserikálmán, vagy bárkit, akit szeretek úgy hallgatni, még tudom, hogy lelki vonalon szól az ige hirdetés, és ez a szlovák ember volt ott valahonnan, valahol közép szlovákiából, egy idős bácsi. Levettem a fülest, és mondom magamban, hogy hát jó volna, hogyha szólna az ige hirdetés szlovákul, és kerestem egy ige hirdetőt szlovákul, és engedtem a telefonomat, hogy szóljon ugye az egész szobába. És az a bácsi olyan figyelmes lett erre a beszédre, Hát jó egy óra hosszát ment az ige hirdetés, és úgy estére fordult már az idő, és azt láttam, hogy mikor így az oldalára feküdt, és odafordult felém, és úgy összetette a kezét így imádságra, és mondom, hogy uram, hát én nem tudom, hogy mit végzel ennek az embernek az életébe, de köszönöm, hogy munkálkodsz az ő szívében is. Tehát így is lehet szolgálni. Másik felé. Na, azt se tudom, hogy mire van szüksége. Nem is nekem kell ezt tudnom vagy milyen problémákkal köz, vagy milyen nehézségekkel. Nem is váltottatok egy szót sem. Egy szót sem. Ő szólt hozzá, tette hozzá. Így van. És mégis működött a dolog. Így van. Így. Gyönyörű. <laughs> így. Készültél egy versen. Igen. Elmondjam? Kérlek. <laughs> Petko András, világ, ne szólj! Mikor én ráléptem Krisztus útjára, tudtam követésének mi az ára tudtam, mit adok, tudtam, mit kapok. Mindent láttam, mindent mérlegre tettem. Ó világ, sose siránkoz felettem. Te kínálod a jót, ingyen? Ha, valamikor elhittem, hogy jót adhatsz, és hogy ingyen adod, s lelkem tőled csak poklot kapott. Vidd, vidd a jót, Mit ingyen adnál, találtam én jobbat javadnál. Nem persznyi, de örökös-e jó, Mert aki adja, örökké való. S legyen bár ezerszer nagyobb az ára, Hallgatok csak Jézusom szavára. Hiába csábítsz hízelkedő szóval, El nem ámítsz a pillanatnyi jóval. Mert kerüljön bármibe nekem, Krisztust én mégis követem. Köszönjük szépen. Köszönjük Szíveszen. a beszélgetést. Szívesen. Podcastunkat a Révkomáromi Református Egyházközség és a Kisebbségi Kulturális Alap támogatta. Köszönjük.